Karácsony előtt. Karácsony előtti utolsó napon a szupermarketbe siettem megvenni a maradék ajándékokat, amiket korábban nem tudtam. Amikor megláttam azt a sok embert, panaszkodni kezdtem magamban. Ha egy örökké valóságig fogok itt várni, és még annyi más helyre kell mennem. Karácsony kezd egyre idegesítőbbé válni minden egyes évvel. Aj, mennyire szeretnék csak lefeküdni és átaludni az egészet. Végül is át tudtam magam fúrni a játékosztályra, és el is kezdtem átkozni az árakat, azon tűnődve, hogy a gyerekek tényleg játszani is fognak ezekkel a drága játékokkal. Amíg nézelődtem a játékosztályon, észrevettem egy kisfiút, aki olyan 5 éves forma lehetett, egy babát szorítva a mellkasához. Csak a haját simogatta a babának, és olyan szomorúan nézett. Aztán a kisfiú odafordult a mellette álló idős hölgyhöz. Nagyi, biztos vagy benne, hogy nincs elég pénzem, hogy megvegyem ezt a babát? Az idős hölgy ezt felelte. Tudod te is, nincs elég pénzed, hogy megvedd ezt a babát, kedveském. Aztán megkérte a fiút, hogy várjon még itt 5 percet, amíg ő elmegy szétnézni. Hamar el is ment. A kisfiúnak még mindig a kezében volt a baba. Végül elindultam felé, és megkérdeztem tőle, kinek szeretné adni ezt a babát. Ezt a babát szerette a húgom leginkább, és ezt akarta a legjobban most karácsonyra. Nagyon biztos volt benne, hogy a télapó elhozza neki. Azt válaszoltam, hogy talán télapó tényleg el is viszi neki, de a kisfiú sajnálkozva mondta. Nem. Télapó nem viheti oda neki, ahol most ő van. Oda kell ahhoz adnom anyukámnak, és így ő odaadhatja a húgocskámnak, amikor oda megy. A szemei olyan szomorúak voltak, amikor ezt mondta. A húgom Istenhez ment, hogy vele legyen. Apa azt mondta, hogy anya is el fog menni Istenhez hamarosan, úgyhogy azt gondoltam, el tudná így vinni a húgomhoz. Megkértem a kisfiút, hogy várjon meg, míg visszajövök az üzletből. Ezután mutatott egy nagyon kedves kis fotót magáról, amelyen éppen nevetett. Aztán azt mondta nekem. És még azt is akarom, hogy anya elvigye neki ezt a képet is, így soha nem fog engem elfelejteni. Szeretem anyukámat, és azt kívánom, bárcsak ne kellene elhagynia engem, de apa azt mondja, hogy el kell mennie, hogy a húgommal legyen. Aztán ismét a babára nézett a szomorú szemeivel nagyon csendesen. Gyorsan a pénztárcához nyúltam, és kivettem belőle pár papírpénzt, és megkérdeztem a fiút. Mi lenne, ha megszámolnánk a pénzed, hát ha mégis lenne elég? Oké, mondta. Remélem van elég. Én hozzáadtam némi pénzt a fiújéhoz, anélkül, hogy látta volna, majd elkezdtük a számolást. Elég pénz volt a babára, még egy kicsivel több is. A fiú ezt mondta. Köszönöm Istenem, hogy adtál elég pénzt. Aztán rám nézett és hozzátette. Megkértem tegnap Isten, mielőtt lefeküdtem aludni, hogy segítsen. Legyen elég pénzem, hogy megvehessem ezt a babát, így anyukám neki tudná adni a húgomnak. Meghallgatott. Még szerettem volna annyi pénzt is, hogy vehessek egy szál fehér rózsát anyukámnak, de azért ezt már nem mertem kérni Istentől. De ő mégis adott nekem eleget, hogy megvehessem a babát és a fehér rózsát. Tudod, anyukám szereti a fehér rózsát. Pár perc múlva az idős hölgy visszajött, majd távoztak. Teljesen más hangulatban fejeztem be a bevásárlást, mint ahogy elkezdtem. Sehogy se tudtam kiverni a kisfiút a fejemből. Aztán eszembe jutott egy helyi újságcikke 2 nappal ezelőttről, amelyik említett egy részeg embert, aki ütközött egy másik kocsival, amelyben egy fiatal nő és egy kislány volt. A kislány azonnal meghalt, az anya kritikus állapotban van. A családnak el kellett határoznia, hogy kikapcsolják-e az életfunkciók fenntartásáért szolgáló gépet, mert a fiatal hölgy soha nem tudna felkelni a kómából, amibe esett.
Ez a család lenne a kisfiú családja. 2 nappal azután, hogy találkoztam a kisfiúval, megakadt a szemem egy újságcikken, amely arról tudósított, hogy a fiatalasszony elhunyt. Nem tudtam megállítani magam, hogy ne vegyek egy csokor fehér rózsát. Majd ezzel a ravatalozóba mentem, ahol a fiatalasszony ki volt téve a látogatóknak, akik így megtehették az utolsó búcsújukat a temetés előtt. Ott feküdt a koporsóban, egy csokor fehér rózsát tartva a kezében a fotóval, a baba a mellkasára volt helyezve. Sírva hagytam el a helyet, úgy érezve, hogy az életem örökre megváltozott. Az a szeretet, amit ez a kisfiú érzett az anyukájáért és a húgáért, még a mai napig is nehéz elképzelnem.